Eljött 1956, és újra felragyogott a népek hajnalcsillaga. A Bay Zoltán általános iskola tanulói ünnepi műsorokkal emlékeztek meg az 56-os hősökről a gyulavári kopjafánál. Király Sándorné, a gyulavári részönkormányzat tagja, ünnepi beszédében kiemelte, ma azok előtt tisztelgünk, akik 59 évvel ezelőtt mertek álmodni a szabadságról, és mertek tenni is érte. A megemlékezés koszorúzással ért véget. Gyulán az 56-os emlékműnél folytatódott a megemlékezés, ahol Kónya István alpolgármester emlékezett 56 hőseire. A szónak hangsúlyozta, az a néhány nap október 23-ától november 4-éig megrengette az egész világot. Az elnyomó hatalom elleni küzdelemben egyszerű emberekből váltak egy szempillantás alatt hősök. Így lett hős a két gyulai fiatal is, Mány Erzsébet és Farkas Mihály. Ahogy 1848. március 15-én Petőfiék mellé, úgy az 56-os fiatalok mellé is hamar odaállt a nép. Kortól és nemtől függetlenül emelték magasba a középen kivágott, Rákosi címertől megszabadított magyar zászlót, amely azóta méltó helyére került, és ott sorakozik a történelmi zászlajaink között. Az apám szavát vallom én. Az ünnepi beszédet követően Keresztes Ildikó, Emerton díjas énekes, színésznő és Lukács Sándor, Jászai Mari díjas színművész idézte meg a hősök emlékét ünnepi műsorával. Menj sietve az üszkös, fagyos Budapestre, oda, ahol az orosz tankok között hallgatnak a harangok, ahol nem csillog a karácsony, nincsen aranydió a fákon, nincs más, csak fagy, didergés, éjség. Az ünnepi műsor után a tisztelet koszorúit, virágait helyezték el az emlékezők. A rendezvény a szózat hangjaival ért véget.